Szervusztok, kedves GameStar televízió nézők, rég látott vendégekkel vagyunk itt a stúdióban. Itt van velünk HP! Szevasztok! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Van sajátom is, azt hiszem. És itt van velünk Kava. Két héttel ezelőtt találkoztunk utoljára, illetve aki kim volt a Play-en, azokkal másfél héttel ezelőtt körülbelül. Remélem, hogy jól éreztétek magatokat, várjuk a Play-es kérdéseket, mert egy csomó téma a levegőben maradt, és még mindig vannak olyanok, akik a közösen készített fotókat nem küldték el. Most, akik látják ezt, és esetleg magukra ismernek, azok szégyeljék magukat, és azonnal küldjék a fotókat. Urak, hogy vagytok? Hogy bírjátok ezt a jó kis kellemes, hűvös időt? Én remekül érzem magam, köszönöm szépen. Teljesen felvillanyozott az, hogy kilépek az ajtón, és lefagy az orrom. olyan szépen tudja mondani, hogy teljesen felvillanyozott az, nem? Tehát, hogy van egy ilyen monotonitása az egésznek. Milyen, amikor teljesen felvillanyoz valami? Ezt hogy mondod ki? Amikor irónia nélkül mondod ezt? Irónia nélkül mondanám? Igen, most próbáljuk meg úgy. Hát, stílus gyakorlat. Most igazándiból mondjuk örülsz. Tehát igen, tehát valami történik akkor, és örülsz neki. Juhé! Nem, de az a baj, hogy veled született egy irónia gén, tehát hogy alapvetően a szarkazmus hozott világra, szarkazmus itself. Kár szépíteni. Igen. Házi kérdésével kezdjük, köszönjük szépen Házi, hogy első voltál, hogy vagytok, ugye ezt már megbeszéltük. Köszönjük, én nem válaszoltam, de jól. Milyen volt számotokra a Play-t, mit tetszett a legjobban? Hát Kava, te ott voltál, HP-t is, mintha láttam volna. Biztos, hogy láttál te engem a Play-ten. Te voltál beteg. Lázasan feküdtem otthon. Emlékszem, hát, igen, voltak, akik azt állították, hogy helyetted vannak ott, mert te beteg vagy. Ez lehet, hogy ezt tévesztett meg. Igen, én is hallottam ilyen híreket. Na tehát te otthon és kikuráltad magad, sikerült minden? Igen. HP? Én ott voltam, vasárnap. Tudom, de elő is adtál, figyeltük is a színpadot, figyeltük is. Igen, igen. Én vasárnap kim voltam, be kellett ugrani egy-két előadás helyére, mert kiestek páran, és akkor engem felhívtak, hogy akkor mi lenne, hogyha hihetetlen szakmai tapasztalatommal az összes casual kinektes mély játéknak a... És még a Far Cry 3 volt, hogy valami nagyon ellentmondó. A Far Cry 3-at, ha jól emlékszem, a Mocsi ugrott be, és nagyon lelkesen végigcsinálta. Én nekem a Medal of Honor Warfighter jutott, amit egyébként próbáltam védeni, és megmondom őszintén, hogy én még mindig azt gondolom, hogy iszonyatosan durván le van pontozva az a játék. Ahhoz képest, nem is azt mondom, jogos a lepontozás egy csomó szempontból, de ahhoz képest, hogy a Call of Duty mennyire a 95% körül terjeng, ahhoz képest úgy érzem, hogy a túl pont nagy a erről vitatkoztunk egyébként fél órával ezelőtt, hogy mennyire nem, de mindegy. Hát a Call of Duty a legújabb, az úgy hozza a pénzeket, hogy újabb világcsúcsokat döntött. Gyönyörű. Az 1 milliárd dollár 15 dollár. Nap alatt. Kérdésem egy kérdésem lenne egyébként, a kettestén rettenetesen a Medal of Honor Warfighterben van bármilyen más szín a barnán és a szürkén kívül? Akadnak még színek, viszont mindenki esetleg, ha véreznek a srácok. Mindenki szakállas. Tehát a jó tehát kis, meg a rosszak is. Hát az amerikaiak néha borotválkoznak, ott vannak vegyes szakállak, viszont azt gondolják, hogy Amerikán kívül mindenki úgy néz ki, mint Bin Laden, és senki nem tud borotválkozni. Igazán. De ha vágja is, akkor csak így vágja. És az a lényeg, hogy akárhol küzdesz a világon, ott minden nagyon könnyű a terroristát kiszúrni, szakállos. Mert egy ilyen, hát most itt szarba vannak, hogy jön a Mikulás, de egyébként mindenkinek ugyanilyen szakálla van. És ez szerintem bődületesen nagy ilyen programozói feledékenység volt, mert ezt nem nevezném annyira. Tehát ezt nem hiszem, hogy tudatosan, hanem úgy gondolták, hogy úgysem megy közel a gyerek, úgysem nézi meg. De közel megy. De azért vannak a játéknak jó pillanatai. Vannak, csak az a baj, hogy az egészet sokkal jobbra lehetett volna csinálni. Viszont, hogyha szereted a Unit című sorozatot, vagy szereted a Strike Back című sorozatot, akkor visszaköszönnek azok a flashbackek, amiket abba szerettél, és talán ez elviszi a hátán. Harmadik kérdés a Házinek, mit szeretnétek a Jézuskától karácsonyra? Közben beszóltak nekünk itt a technikus a rendezői asszisztenst, hogy Kavának már menni is kell. Kicsit elbúcsúzunk, mert ugye majd jössz vissza, Kava. Gyere vissza aztán. Ne sírj. Kava most azért megy el, mert jó, hogyha tudjátok, hogy jön most kettő darab vendég hozzánk, akikkel most egyébként egy nagyon érdekes versenyről fogunk egy picit beszélgetni, úgyhogy addig meg is szakítjuk a beszédet. Sziasztok, srácok, parancsoljatok, foglaltok itt helyet mellénk. Nem biztos, hogy sikerülni fog, szerintem ülj át az ülésbe majd HP. Szia, Horváth Péter, parancsoljatok itt. Szevasztok. Figyeljetek, megpróbálunk így elférni, jó? Én idejövök a karpára. Most emiatt adunk egy kis időt a kedves nézőknek, mert tőletek még nem kérdeztek, tehát hogy
jusson idő arra, kicsit beszélgessünk magáról az eseményről addig, hogy legyen egy kis idejük, hogy tudjanak kérdezni tőletek. Szerintem mutatkozzatok be mikrofonba is, hogy hallják, jó? Igen, először is köszönjük szépen a lehetőséget a GameStar-nak, hogy itt lehetünk. Én Takács Benyámin vagyok, a barátom Gábor György. Mi a proevo.hu képviseletében jöttünk, és a második Budapest kupáról szeretnénk majd pár szót ejteni. Nem kérdezem meg, honnan jött a név, mert azt hiszem, hogy aki nem tudja kitalálni, az inkább másik adót nézzen. Első, hogyan sikerült, mennyien indultak, ki nyerte meg, mit lehet róla tudni? Igen, az első Budapest kupát azt január 21-én rendeztük még ebben az évben. Ott 33 fő képviseltette magát Magyarországról, illetve Szlovákiából egyaránt. Tehát nemzetközi verseny volt gyakorlatilag. Nemzetközi verseny volt, így van. A következőt azt szeretnénk, ha még inkább nemzetközi lenne. Kaptunk ígéreteket Olaszországból is, hogy érkeznek, illetve előfordulhat, hogy Ausztriából is, hogy ez teljesül majd vagy nem, azt még nem tudhatjuk egyenlőre. De visszatérve az első Budapest kupára, ugye 33-an voltak, igazából mondhatjuk, hogy teltház volt, körülbelül 40 ember befogadására voltunk felkészülve, úgyhogy maximálisan jól sikerült, és hát a visszajelzések alapján úgy gondoltuk, hogy a második Budapest kupát is mindenféleképpen szeretnénk megrendezni. Nagyon fontos kérdés, ami egyből fölmerül, melyik verzióval fogtok játszani, a mostanin, és melyik, milyen hardveren? Így van, mindenféleképpen az idei évaddal fogunk játszani, ez ugye a PES 2013, és kimondhatom akkor konkrétan, hogy... Ki? Jó, Xbox 360 konzolon fognak történni a játékok. Tehát aki esetleg PC-n vagy PlayStation-ön pesezik, az menjen át a haverhoz, akinek van Xbox-a, és hát nem olyan nagy dolog ám átállni, de próbáljon meg ott edzeni, hát ha az előnyt jelent neki. Igen, úgy gondolom, hogy az Xbox-osoknak ugye ez abszolút nem okoz nehézséget, a PC-seknek igen nagy része alapvetően Xbox-os kontrollerrel játszik, vagy ha nem is pont Xbox-ossal, de kontrollerrel, tehát olyan nagy eltérés azért nincs, még hogyha először furcsa is lehet a kontrollerek körülbelül közötti különbség. Körülbelül 3 percig egyébként. Így van, ez az első Budapest kupán is így volt. Voltak ugye a PS3-asok leginkább, akik nehezményezték, hogy nekik ez a kontroller nem fog megfelelni. Játszottak egy meccset, és utána semmi problémájuk nem volt. De hát most időben szólunk, mert a rendezvény ugye nem holnap vagy holnap után lesz, hanem... Holnap után lesz. De pont holnap után. Időben szólunk, két napotok van még, hogy... Gyorsan kezdjetek el akkor. Most nagyon gyorsan kezdjetek el. Hol lesz helyileg, mit lehet erről tudni? Azért gondolom, most már 40 főnél többre számítotok, hogyha már igen, itt is vagytok nálunk eleve. Így van, most 64 főre vagyunk felkészülve, tehát ennyiben maximalizáltuk is a létszámot. Fokozatosan szeretnénk egyre több játékoshoz eljutni. Helyileg ez a 9. kerületben lesz egy bevásárlóközpontban. Igen, maradjunk ennyiben. Egy bevásárlóközpontban, az 5-ös számú konferencia teremben, a Mester utca és a Körút sarkán. Viszont azt elárulhatod, hogy milyen honlapon tudják meg a pontos címet, vagy a pontos nevét ennek a központnak? Így van, a közösségnek van egy weboldala, ez a www.proevo.hu címen érhető el. Ott megtalálnak minden szabályzatot, minden szükséges információt, ami ahhoz kell, hogy a versenyen részt vehessenek. Olvashatnak élménybeszámolót az első Budapest kupáról, riportot magával a győztessel. Mindent megtalálnak. Mit lehetne? Ja, bocs, HP-t nem mondjam, szóhoz jutni, bocsánat. Én nekem egy olyan kérdésem van, hogyha esetleg valakinek tényleg csak az szeretné megtudni, hogy hogyan tud a legegyszerűbben regisztrálni, regisztráció előtt mit kell tudni, ingyenese vagy díjköteles, hol lehet regisztrálni, vagy csak neten keresztül lehet regisztrálni, vagy akár személyesen is a helyszínen. Ezt el tudjátok mondani? Igen. Az előregisztráció az már befejeződött. Ugye most pont szerdáig lehetett előnevezni. Van egy nevezési díj, 3500 forint, most már a helyszínen, az előnevezésen 3000 volt. Uh-huh. Most már csak a helyszínen lehet nevezni, csak világos. Ezt tudom mondani. És ott 3500 forint. De hogyha befizeti a nevezési díjat, akkor neki semmit nem kell vinni a versenyre, semmi, eljön, mindenre fel csak a tudását készülve, kell. Xbox-szal, TV-kkel, mindenre fel vagyunk készülve, semmit, csak ő neki kell jönnie. Világos. És Szolgálati közlemény, még nem érkezett kérdés a vendégeinkhez, kérdezzetek tőlük is. Azért is jöttek többek között amellett, hogy terjesszék az igét, hogy ha bárkinek bármilyen kérdés van, amit mi nem teszünk fel, akkor feltehessenek nekik és erre válaszolhassanak. Még erre adunk időt, tehát kérdezzetek bátran, mi addig kérdezgetjük őket tovább. Lesz arra majd lehetőség, hogy lehessen szurkolni? Amikor voltak nekünk ezek a focis rendezvényeink a Corvin moziban, akkor azért volt egyszer-kétszer, hogy a hangulat úgy kicsit felforosodott egy Real Madrid-Barcelona rangadó kellős közepén, mert hát sajnos ilyen meccsek voltak, egyik se Fradi Újpest volt. Persze, nagyon szívesen várjuk hogy csak érdeklődőket is, akik nem játszani akarnak, csak meg akarják nézni, hogy végig is hogy zajlik egy ilyen rendezvény, vagy milyennek a menete, és a hozzátartozók is nyugodtan jöhetnek.
És persze, azt szeretnénk, ha minél jobb hangulat legyen, ez hozzátartozik az is, hogy ott átérve szurkolnak a barátok, hozzátartozók. Úgyhogy semmi akadálya. Nagyon szívesen várjuk a csak érdeklődőket is. Most akár versenyezni megy ki valaki, akár mondjuk szurkolni vagy érdeklődni, tud esetleg ott enni, inni, mennyire van biztosítva, hogy elférjen le. Ilyen pólót lehet-e kapni, egyébként teljesen jó. Vagy tudnak-e ilyen pólót? Hát egyelőre ezt csak már kettőnknek csináltattunk, ugye, hogy lássa mindenki, hogy mi vagyunk a szervezők. Hogyha gond van, akkor minket meg tudnak ebből ismerni. Enni, inni ott a helyen minden biztosítva van, semmi, aha, nem kell ott élelemmel betárazni, úgy jönni, van külön büfé, inni is, enni is, mindenki tud, mindenki meg fogja találni a saját ízlését. Mit gondoltok mondjuk, aki csak fifázott eddig, neki mennyire érdemes elindulni egy ilyen versenyen? Ez ugye óriási nagy külön kérdéskör az, hogy a két játék között mik a különbségek. Ugye évek óta folyamatosan olvassuk azt, minden egyes évben, amikor megjelenik az aktuális szám, vagy aktuális példány, vagy aktuális, nem is tudom, hogy mondjam. Rókabőrnek hívják elektronikát. Rókabőr, leginkább. Ugye újra és újra fölmerül az a vita, hogy most melyik a jobb, melyik a szimulátorabb, melyiknek a kárára változott. Ti mit gondoltok, hogyha mondjuk egy FIFA rajongó odajön, mit nyújt neki ez a verseny? Kipróbálhatja magát? Van értelme? Mennyire kell kifejezetten Pro Evos-nak lenni ehhez? Igen, ez azért egy elég összetett dolog. Van, aki fifázik, van, aki pesezik, van, aki ezért, van, aki azért. Többnyire azt mondom, hogy itt igen nagy szerepe van magának az ízlésnek is, amiről ugye vitatkozni fölösleges és értelmetlen. Én annyit tudok mondani, hogy ha valaki fifázik... Milyen jó hallani, bocsánat. Ez tényleg öröm. Annyira jó hallani, valaki ezt igen, mondja. Nekem is megvolt az a korszakom, amikor kardoskodtam hol az egyik, hol a másik mellett. Most már teljes mértékben elköteleztem magam, ennek is megvan a maga oka. Ez leginkább a játékmenet, mert azért valljuk be, az idei játék sem lett tökéletes. Gondolom, hogy a FIFA-nál sem, ugyanúgy a PES-nél sem, de a játékmenetben még mindig azt mondom, hogy többet kapok a PES-től, mint a FIFA-tól. Ugye a licenszeket szokták felhozni, mint legnagyobb hátrány, ezt egyébként bármelyik platformon 5 perc alatt lehet orvosolni, tehát ez igazából nem nevezhető komoly differenciának. De ami a lényeg, hogy ha valaki fifázik, és mégis eljön a rendezvényre, akkor nagyon jól teszi, megismerkedik egy új világgal, megtapasztalhat egy másik játékmenetet, hogy utána az neki tetszeni fog vagy nem, az már más kérdés, de mindenféleképpen érdemes kipróbálni. A kontrollert, illetve az irányíthatóságot helyel közzel majdnem 100%-ban be lehet állítani úgy, ahogy az a FIFA-ban is van. Érdemes kipróbálni. Tehát akkor más nem, akkor pusztán érdeklődőként, tehát menjen ki, nézze meg, mert azért legalább fölmérheti így azt, van, hogy egy FIFA versenyhez képest ez mennyiben hát más. Az elején furcsa lesz neki, mert a PES-hez szokott játékosok azért el fogják agyabugyálni őt eléggé szépen. Abba biztos vagyok. Még akkor is, hogyha én tapasztalt FIFA-s, akkor is. Igen. De igen, más oldalon is így van. De a dolog egyébként annyiban érdekes, hogy én amióta a PES létezik PC-n, tehát a PES 3 óta gyakorlatilag én mindig is jobbnak tartottam a PES-t, mint a FIFA-t, és ezen folyamatos viták is mennek. És a problémát az okozza, hogy ezt százalékban sokszor nem tudjuk érvényesíteni. De sokszor azért kap a FIFA több százalékot, mert kicsit szebb, kicsit több licensz van benne, kicsit több cipő van benne, kicsit több... Sokkal több pénzt tudnak a marketingre áldozni. Hát meg nem felejtsük el, hogy azért alapvetően egy casual barát játékról van szó, és a tömegeknek... Ugye az a fontos, hogy olyan legyen, mint a tévés közvetítés, azok a csapatok legyenek, minél felismerhetőbb legyen, tehát ugye ők nem a szimulációban mérik így a van. Nagy tömegek. Viszont néhány évvel ezelőtt tényleg a hangulatban talán. Elindult sajnos egy olyan nem jó folyamat a Pro Evolution esetében, hogy FIFA-sítani akarták a játékot. A FIFA meg Pro Evolution, nem tudom kimondani, akarta a játékot, a FIFA járt jobban emiatt, mert a jobb játéktól vett. Hát a nagy tömegeket nézve. Na, de engem az érdekelne nagyon, hogy akkor ti hány éve játszotok? Mióta van pesezés? Mikor mondjátok azt, hogy most már... Hát 2001-ben jelent meg az első PES, tehát FIFA meg még 95. Igen, most hogy el kell kicsit gondolkoznom, mert először én a PES 4-en játszottam, és én a FIFA-ról váltottam, és hát össze-vissza szíttam eleinte a játékot, hogy hát ez milyen már, és utána, hogy adtál neki egy kis időt, és elkezdted jobban, több meccset lejátszottál, hát inkább több 10-20 meccset, és akkor ráérzed, hogy na, ez tényleg nagyon jó. Hát, bocsánat, ez volt az a korszak, amikor a FIFA-ban még külön cselezés gomb volt. Igen, igen. És akkor mindenki, hogy szálltál, mekkora penge csávó vagyok, csel jobbra, csel balra gól, a PES-ben meg nem volt. És akkor, úristen, ott most mit kell csinálni? Nem is volt rá szükség. Így, na, az egy szükség. Más kérdés, igen, de az már játszani kellett igen, vele igen, többet. Igen.
És akkor utána én már itt le is ragadtam, és azóta csak a PES. Tavaly kipróbáltam a FIFA-t, nekem nem tudom, annyira mindenki aljárosztó istenítette, nekem annyira nem jött be, nem volt rossz, nagyon jó meccseket lehetett ott is játszani, de inkább a PES-re játszottam többet, pedig az sem volt tökéletes. Viszont urak, már jöttek kérdések hozzátok. Na. Vendégeknek Rafinho kérdezi, Barca vagy Real? Barca. Következő kérdés, üdvözlöm a két PES urat, mondja Hartka. Nekem olyan kérdésem lenne, hogy hány perces meccseket lehet játszani? 10 perces. Igen, hát az egész meccset ugye úgy számolja a PES, hogy 10 perc egy meccs, és akkor 2x5, igen. Csapatot lehet választani? Igen, egyértelmű, azt tudom akkor. Igen, ez egy kicsit bonyolult, tehát alapvetően szabad választás van. Ez úgy tehát néz, lehet Real, meg Barca. Lehet, előfordulhat, így van, de ebben már kellő rutinnal rendelkezünk ahhoz, és ezt már az első Budapest kupán is megpróbáltuk így csinálni, és nagyon jól működött, hogy ez úgy fog kinézni, hogy a helyszínen megtörténik ugye a nevezők pontos is, létszámának pontos ismerete után egy sorsolás, hogy A csoport, B csoport, C csoport, és így tovább, és az előnevezők, játékosok már választhattak csapatot, és van egy olyan limit, hogy egy csapatból maximum 6-szor lehet választani. Tehát, hogyha már 6 Barca van, akkor így van, de az előnevezések során egy csapatból maximum 4-et osztottunk ki. Azért, hogy a helyszínen is maradjon, hogyha valakinek nincs lehetőség előregisztrációra, tehát bármelyik csapatból lehet még választani a helyszínen. És úgy fog kinézni a csapatválasztás, hogy az A1-es csapat, hogyha ugye ő nem egy előnevező játékos, ő választ először. Utána a B1-es, utána a C1-es, utána a D1, és így tovább. És hogyha végig gondoljuk azért, minden csapatnak megvan egy népszerűségi indexe. Tehát körülbelül előre behatárolható, hogy milyen ütemben fognak fogyni a csapatok, és mivel egy csoportból senki, sehol nem választunk egymás után két ember, ezért jó eséllyel különböző csapatokba szét fognak igen, szorulni. Igen, tippelek, tehát Barca, Real, Bayern, így Milán, van, így van. Chelsea, Manchester United, Inter, Liverpool, Manchester City, igen. Körülbelül ebben a... Így van. Direkt így is alakítom. Így van. Tehát azt elárulhatom nyugodtan, hogy az előregisztrációk folyamán a Manchester United-et, a Manchester City-t, és csak utána a Barcelonát kérték a legtöbben. Következő kérdés, hogy a játékbeállítást ők nem állíthatják át? Vagy átállíthatják? Igen, a játékbeállításnál lehet állítani, de vannak megkötések. Ugye itt elsősorban a megkötések azok az időhiány miatt vannak. Ja, hogy ne 10 percig tartson, amíg... Igen, tehát ugye mi béreljük ezt a rendezvénytermet, meg van adva, hogy mennyi időnk van erre az egészre, és hogyha ezt túllépjük, akkor az súlyos 10.000 forintokba kerülne még nekünk, ezért a beállításokat úgy szabtuk meg, hogy a PES-ben alapvetően 4 felállást lehet előre beállítani, ebből 2-t lehet használni, viszont a meccs közben ezeket bármikor lehet változtatni. De előre ne állítsunk be 4 olyan felállást, amiből nem fogok használni csak egyet. Világos. Tehát 2-t be lehet állítani. Ami még nagyon fontos, az a cselek. Ugye a PES-ben van lehetőség arra, hogy cseleket beállítsunk előre megadott billentyű kombinációkra. Ezt szintén nem fogjuk engedni, hanem manuálisan kell a cseleket nyomni. Jó. Tehát úgyis mindenki korrekt, két-három hát, cselek. Igen, az is nagyon sok időbe tartana. Növést meg ilyeneket be lehet konfigurálni, azt nyugodtan azért mondasz. Így van, tehát azt, hogy valaki manuálisan lő, vagy automatikus, tehát rásegítést használ. Hogy az X-et meg a kört megcsinálja. Igen, igen, azt, hogy valaki... Hát régi ugye, fifások, így van, így van, ez problémát így van, a kontroller beállítására arra természetesen van lehetőség. Utolsó ilyen jellegű kérdés, eléggé becsapós egyébként, én a Real Buffalo azt írja, hogy én a focihoz csak annyit kérdezek, hogy Pittsburgh Steelers, vagy Pittsburgh Steelers. Hát ez is foci, meg az is foci, de kicsit más alakú a labda. Remélem, hogy nem lövök mellé, de hajrá Ratlisberger. Hát most sérült szegény. Olyan igen, sérült, igen, láttam a, láttam a legutóbbi meccsüket. És most ugye a harmadik számú irányító játszott, most nem teszem a neve, de érdekes neve van, mindig egy ilyen Charlie Batch, ez az. Charlie Batch játszott most legutóbb, de hát majd meglátjuk, mi lesz velük. Ratlisberger nélkül nincs túl sok esélyük tovább jutni. Addig azt meséljétek el, hogy nagyon szép a verseny, 64-en lesznek, hurrá, lesz hangulat, ilyen, minden. Mit lehet nyerni? Tapasztalatot, barátságot, stb. Oké, ezt tudjuk, de lehet-e valami kupa, vagy így pénzdíj, van. Vagy pénzdíj dedikált reálmez, vagy valami? Igen, dedikált mezt azt a barátom kapott tőlünk a 30. születésnapjára. Arról egy nagyon jó kis cikk van fönt az oldalunkon, ha valakit érdekel, érdemes elolvasni. Nézze meg senki. Igen. Nyeremény van, tehát pénzdíj,
pénzdíjat egyelőre nem tudunk felajánlani, ahhoz túl kevés a támogatónk. Tehát szám szerint egy támogatónk van. Ez nem probléma. Így van. Nyeremény az 4 darab serleg lesz. 4 darab nem akármilyen, tehát mondhatjuk, hogy elég exkluzív és patinás egyedi serleggel rendelkezünk. Ugye értelemszerűen az első 3 helyezettet fogjuk ezzel díjazni, illetve a gólkirályt. Lesz-e egyébként még valami olyasmi verseny, vagy legközelebb terveztek-e, hogy gólszépségverseny például? Ugye amikor vannak ezek a televíziós műsorok, amiben a bajnokságokról beszámolnak, hát itt is vissza lehet játszani a legszebb gólokat, vagy el lehet menteni esetleg. Nem terveztek ilyet mondjuk jövőre? Ez még ideig nem merült fel, nem rossz ötlet, tehát ezt mindenféleképpen megfontoljuk. Gólszépségversenyt most értelemszerűen nem tervezünk. Egyébként aranylabdánk az van, az még, ha nem is magán a Budapest kupán, de ugye mi online is játsszuk ezt egész évben megállás nélkül. Pont most egy 2 héttel ezelőtt körülbelül hirdettük ki az aranylabdást, úgy hívjuk, hogy Evoball, a Pro Evo aranylabda. Ezúton is akkor gratulálok Sinka Mihálynak gyáról, aki ezt megnyerte Xbox 360-as platformon. Mi is gyakorlunk. Mi is gratulunk. Gyakorlunk. Gyakorlunk, hogy majd egyszer nyomjuk. Happy? Nekem az lenne a kérdésem, hogy mi, tehát hogy juttok el oda? Gondolom, ti is simán gamerek vagytok, elkezdtetek játszani, szeretitek a focit, és aztán kitaláltjátok azt, hogy csináltok egy versenyt, és előre viszitek az e-sportot, ami nálunk azért eléggé hanyatló félben van, illetve látott szebb napokat is, de én nagyon bízom benne, hogy ez idővel visszanyerheti a régi fényét, vagy azt a fényét, ami megérdemel, amit megérdemel. Hogy jön ez? Tehát nálatok mi volt az ok, amiért mert azt gondoltátok, hogy érdemes saját versenyt indítani, szervezni? Hát nem kell túl nagy dolgokra gondolni. 2010 novemberében indult útjára a proevo.hu, és az egyéves évfordulónkon már elég szép létszámunk volt, és úgy gondoltuk, hogy ebből az alkalomból csinálhatnánk egy közönség találkozót, és ha már úgy is összejövünk, akkor miért ne játszunk egy bajnokságot is. Ez volt az alapötlet, utána jött ugye maga a név, ami szerintünk is nagyon találó, köszönjük a dicséretet, ez Nagy Péter érdeme, ő sajnos most nem tudott eljönni, és ezt január 21-én már meg is valósítottuk, tehát ugye, hogy mondtam, 2010 novemberében indultunk, 2011 november végén ezt kitaláltuk, januárban mindez már történelem volt, erről a GameStar is beszámolt, amit szintén köszönünk. Én magam írtam róla az online-on a cikket, emlékszem rá. Igen, és már akkor úgy gondoltuk, hogy hagyományt szeretnénk ezzel teremteni, és az első Budapest kupa sikerén felbuzdulva lehetett látni, hogy ennek van is létjogosultsága. És mindenféleképpen ezt most megcsináljuk, és már tervben van, hogy megcsináljuk a harmadikat, a negyediket. Évente legalább egy alkalommal biztosan lesz, amíg rajta múlik biztosan, de ezt egyébként szeretnénk 2-re növelni. Jött egy újabb kérdés közben, Szennemut kérdezi, nekem az jutott eszembe, ezeket a meccseket nem lehetne nézni valahol online formában, mert jó lenne PES meccseket nézni. Abszolút jogos tehát kérdés. Igen, a közösségünk meccseit lehet online nézni, egyelőre csak a PC-sekét. Nem tudom, hogy lehet-e mondani, ha lehet, akkor majd szóltok. Az első számú online szimulációs Sport TV közvetíti a PC-s közösség mérkőzéseit. Nem mindet, de elég sokat. Minden héten. Nyugodtan lehetem. Jó, ez a simsporttv.com. Okay. Tehát köszönjük nekik is, ők is ezzel támogatnak minket. Tehát őnáluk lehet nézni minden héten legalább egy mérkőzést, illetve több mérkőzés összefoglalóját meg lehet tekinteni. Ők a rendezvényen is képviseltetni fogják magukat, eljönnek kamerával, riportokat fognak készíteni, meccsfelvételeket magáról a helyszínről, és nem élőben, de ezeket majd a mi oldalunkon, a proevo.hu-n és az ő oldalukon is meg lehet tekinteni egyébként utólag. Közben egy borzasztó rossz vicc jutott eszembe, mert ugye erről a mintára, hogy Budapest, fifások mondjuk FIFA Újváros, mint Tisza Újváros. Így rossz volt. Ez tényleg de sok sikert kívánunk a fifásoknak Tiszaújvárosban a versenyükhöz. Na egyébként még egy utolsó kérdésem lenne, ami így nagyon-nagyon feszegeti itt a dolgokat. Jól tudható az, hogy a mai labdarúgók között rengeteg FIFA és PES játékos van. Ők éjjel-nappal nem csak a pályán, hanem ugye a számítógépek előtt is játszanak. Lesz-e sztárvendégetek, vagy terveztek-e sztárvendéget hívni? Vagy ez meglepi? Igen, hát hogy most ki számít sztárnak, ki nem számít sztárnak ezt a szót, én önmagában nem szeretem, tehát Magyarországon azért vannak hírességek, maradjunk ennyiben.
Az első Budapest kupát egyébként, hogyha, de hogyha ilyen szempontból nézzük, mondhatom, hogy ez sztár nyerte. Őt Diszl Dávidnak hívják, a futballrajongó körében ez kapus, biztos kiváló válogatott játékos gyermeke, igen. Így van. Őt meghívtuk, aha, szintén ugye a Budapest kupára, még nem tudja megmondani, hogy fog jönni, vagy nem fog jönni, illetve hogy játszani is fog, vagy esetleg csak a bajnoknak fogja átadni ő a díjat, mert ez is egy opció. Sajnos még nem kaptunk választ, ez aznap fog kiderülni. Na hát szurkolunk, hogy azért eljöjjön, mert ő, más nem édesapjának mindig is emlékszem, mert a hatalmas norvég, ilyen nagy hatalmas szakállára, amivel védett a Diszl Péter, még ma is kiváló kapusedző. Nézzük, addig jött-e még kérdés. HP, neked van esetleg még kérdésed az urakhoz? Én szerintem megtudtam, amit akartam. Összegezőink, szerintem még fontos lenne még egyszer elmondani dátumot, helyszínt, jó, meg a weboldalatok nevét, illetve Facebookon megtalálhatóak vagytok-e? Igen, Facebookon megtalálhatóak vagyunk, nemrég kezdtünk el a Facebookkal komolyabban foglalkozni, egyelőre nem túl sok, 204 lájkolónk van, reméljük, nem hogy is ez... kevés az, azt hidd el nekem, reméljük, hogy ez gyalapodni fog. Nem kevés a mai világban. Így van, a weboldalunk címe az a www.proevo.hu, és maga a második Budapest kupa az holnap után, december 8-án szombaton lesz egy 9. kerületi bevásárló központban a Könyves Kálmán és a Mester utca sarkán. 5-ös rendezvényterem. 10 órától lehet nevezni, és 11 óráig szeretnénk, hogyha ez megtörténne, a helyszíni nevezések. Akkor el is indulnak a versenyek? Nem 11-kor befejeződik a helyszíni nevezés. Most nyilvánvalóan, ha valaki ott áll az asztal mellett 2 méteren, nem fogjuk elküldeni, de jó lenne ezt az időpontot tartani, mert 12:00-kor szeretnénk, hogyha elkezdődne az egész rendezvény. Meddig kell elhagyni az objektumot? Az objektumot este 11-ig kell elhagynunk. Számításaink szerint olyan 9:30 körül meg fog történni az eredmény hirdetés. Jó, jó. Tehát akkor ez egy jó egésznapos program lesz. Igen. Tehát lehet jönni, drukkolni, játszani, nevezzetek, és hát éljetek át a foci élményt. Még egy utolsó kérdés, és akkor ezzel le is zárjuk a témát, mert ez abszolút üt mindent, és lezárja a dolgokat. Norbert Kállai kérdése, miért a Pest választottátok, miért nem a FIFA-t? Mert ilyen rossz ízlésem van. Ilyen csúnya emberek vagytok. Én már válaszoltam erre a kérdésre. Igen, ő FIFA-tól jött. Hát FIFA-val kezdtem, átértem a Pestre, és jobban tetszett, megmaradtam itt. Egyébként mindenütt szinte, ahol két hasonló vagy két hasonló játék létezik, vannak csoportok, akik kodozni szeretnek, vannak, akik inkább Battlefield-ezni szeretnek. Minél többen ilyeneket, én meg azt mondom, csinálják a FIFA-sok is még ilyen, legyen még több ilyen PES rendezvény. Ezt a kérdést, és mi szívesen beszámolunk mindegyikről. Legyen az e-sportnak kultúrája minden így formában. Ezt a kérdést éren keresztül lehetne firtatni FIFA PES, úgyhogy ez nem is érdemes ezek ilyenekbe belekezdeni, mert mindig most már lassan. Egyébként pedig jöjjenek el, és ez volt a legjobb, amit mondhatok, szerintem, hogy gyertek el, és nézzétek meg, nézőként is érdemes egy ilyet megnézni, mert látod azt, hogy mondjuk ha te is profi játékos vagy, hogy a többi profi játékos, hogy ül le játszani, mennyiben tér el a játékmenet. Nyilván ez egy FPS-ek közti különbségben én nem tudnám ennyire árnyalta mondani, de én elhiszem nektek, hogy ez a foci igen játékok esetében de valóban érezhető. De amerre fejlődnek ezek a játékok, itt is előbb-utóbb lesz majd 4-4, sőt, mert évek óta ugye szó van arról, hogy 11-11-et is megvalósítják. FIFA-ban már van. Szerintem az kaotikus lenne, de... FIFA-ban már van. Oké, okay, csak a maga a sportág, még az e-sport része az egyelőre az 1-1-nél tart. Igen, tehát még nem divat az, hogy mi csapatot alkotunk, és 4-4 ellen, vagy 3-3 ellen. Ezt megnézzük a péntek esti edzéseket. Gyertek, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Nagyon szurkolunk nektek, és majd reméljük, hogy be tudunk számolni a pontos eredményről. Várjuk majd az adatokat, videó. Videókat, filmeket, mindenféleképpen. És hát hajrá, ahogy mondani szokták a sporik, amikor kezdődik a mérkőzés, ugye ki kell inteni a nézőknek, és azt kell mondani, hogy hajrá. Hát hajrá. Sok sikert nektek. Köszönöm szépen. Mi ekközben várjuk tovább a kérdéseket. Kava visszajön ide a mikrofonhoz. Visszajön, remélem. Addig én itt majdnem lezúgtam, de most már visszaülök. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Akkor folytatjuk a normál, tehát nem PES-sel és PES-es versennyel kapcsolatos kérdésekkel. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy azok nem voltak normálok. Azok igencsak jó kérdések voltak. És már jön is Kava, jön Energizer is Kava kérdésével folytatjuk. Sziasztok! Kellemes Mikulást mindenkinek! Mondja nektek ezt egy igazi Mikulás, mert ugye Miklós az igazi nevem, hát boldog névnapot neked. Boldog kedves névnapot. Miklós! Boldog nőnap, ja nem, névnapot. Játszik valaki közületek gitáron, esetleg más hangszeren? Hát én billentyűs hangszer előtt nem jövök zavarba. De megvannak az embereim a gitárra. Igen. Kava? Én már megpróbáltam sokféle hangszeren játszani.
És olyan hangokat csikortam, illetve egy valahogy... Csikortam, ez már nem... És hangsúly lent. Igen. Csikortam. Pont. Bőven elég. Minden benne van. Tehát neked inkább az ilyen fedő, meg ilyen lábas, meg ilyesmi. Igen, igen, talán. Esetleg azzal még lenne esélyem valamire. Hát nekem most a karácsonyra a télapó vagy Jézuska hangszert hozott, tehát nyugodtan merem állítani, hogy van közöm a hangszerekhez. De hát ennek az eredményét de milyen hangszert az adjú, ezt nem húzod meg egy gyönyörű szép Roland D70-es szintetizátort, ami nekem már 20 éve a nagy vágyam volt, hogy nekem olyanom legyen. És most ott fog terni. Nagyobb lesz, mint a fa. Mert egyébként egy szép nagy teljes zongora billentyűzetes. De várj, magasság vagy szélesség? Hát ha felállítom így, hát úgy szélességben... Magasságra, hát a szélességén viszont, illetve hogy úgy játszana. Elég érdekes lenne, nem mondom. Illetve az Energizer következő kérdése, ti szeretitek a karácsonyt, és úgy egyébként a telet? A telet nem, illetve várjál, tehát szerettem a havat vidéken, uh-huh. De az menjen vidéken. Ami biztonságos távolban van tőled? Hát nem, mert igen, legyen és látkép. És időnként meglátogathatod, legyen látkép, nem? Igen, és szabadon kimehetek. Én úgy képzelem el, hogy a városok fölött egy ilyen nagy sajtbúra van, és ott nem esik be se az eső, se a hó. És ott légkondicionálják a levegőt. És mindig egy kellemes kétfokos hőmérséklet ingadozásra 25 fok van. Oh. Hát Mauritiusra kéne mennem, imádom. Az jó lenne. Na de a karácsonyt viszont én imádom, tehát én a bolondja vagyok ennek, engem meg lehet venni. Az egész nyugati fogyasztói társadalmas, a régi kultúrákat gyökerében megtagadó, modern, anyagi orientált, családi köteleket szétszakító divatlázzal együtt imádom a karácsonyt. Te kóla huszár te. Imádom. Igen, igen. Tehát nekem a, lehet a télapó kék is, őt is. Kék is nagyon szeretem a karácsonyt. Egyébként mindenkinek elmondanám, ha még igaz, akkor gyorsan szaladjatok a Deák térre, ugyanis amikor kijöttem a metróból, idefelé jövet, nagyon helyes fiatal leányzók ingyen ölelést osztogattak. Oh. Jaj, nézd nekem meg! Nem kell, nézd bocsánat. Meg, és én meg itt rohadt. A gyerek még az oviban. Most Kava, karácsony? Én nagyon szeretem a karácsonyt decemberben. De amikor már októberben elkezdik egyesek, bizonyos áruház láncok, meg konzumidióták, ezt így nagyon népszerűsíteni. Akkor úgy kellemetlenül érzem magam. Hogyha azt csinálod, csak úgy mondom. De nem szólt senki. Hát majd szól az ember. Jó, szóval... Kiküldünk helyén kezelve a dolgot, és ugye a megfelelő idejében szeretem. Igen, van ez, ahogy hívják ezt a énekest, akinek az egyik karácsonyi dala az elindul így október 20-án, és attól kezdve 20 percenként így mindig ismétlődik. Eszembe fog jutni a neve, nem valamilyen Richard. Nem Little Richard, mert az egy másik Richard volt, de... Hát most sok minden, én ugye azért én Cliff Richard, ez az. Ja, Cliff Richard az. Igen. Nekem meg most már mindig a Billy megmarad a kedvencem. Ó, de az a legjobb. Christmas is all around. A legjobb. És különös tekintettel arra plusz szótacsra, amit erről tettünk a harmadik strófában. De hát maga a film is elképesztően zseniális. Egyik a legjobb filmeknek, amit karácsonyról szóló filmek között nagyon a top 5-ben van, de egyébként is a top 20-ban biztos. Igen, ott van. Mindig úgy megindul az ember szíve, hogy legszívesebben megölelném a Deákon most az összes lányt. És amikor mondja, hogy Christmas is all around me. Igen, és erre kell figyelni. Nagyon jó. Sziasztok, Scribblenauts Unlimitedről lesz teszt? Kava, hozzád fordulok ebben az ügyben. Nagyon valószínű, hogy igen, de ez szerintem a januári számban. Oké. Okay. Tiszteletem, Markó 90 mondja, az E3-mal kapcsolatos Sony, Microsoft és Nintendo pletykákhoz mit szóltok? Mi a véleményetek? Köszi a választ, további szép napot. Hát ugye most arról szólnak a pletykák, hogy jönni fognak az új konzolok. Amiről már szólnak a pletykák már egy Nintendo ideje. Nintendo pletykát is írt a kollégám. Hát Nintendo-ról nem tudom mit pletykának, mert már megjött az új de konzol. De nem azt írta? De. Azt E3-mal kapcsolatos Sony, Microsoft és Nintendo. Értem. Hát a Nintendo... Tényleg ott van már a... Elképzelésem nincs. Ott van már a kis izé. Ja, igen. Nem igen. Is látom, ki akarom próbálni. Mutassuk. Akkor csak a távirányítóját, akkor ezt egyszerűbb lesz. És húzzuk ki, nem kell kiúzni. Hát egy Wii U, kedves nézőink, aki eddig még nem látott ilyet, most élőben megtekintheti. Egy jó, egy igazi Wii U. Óriási ellenállásokba ütközök, amikor próbálok lelkesedni érte. És Endre például tegnap egész délután Máriózott rajta. És mit mondott, hogy jó? Ezek után? Hát neki tetszett. Mármint a Mario. Aha. A Mario, de nem minden. Hát Én továbbra is azt mondom, hogy megörülök azért, hogy végre zombi út kezem közé kaphatszom. Közben maradjunk azért a pletykáknál. Sony-ról pletykák, hogy új konzol jön, Xbox-ról pletykák, vagy Microsoft-ról, hogy új konzol jön. Hát itt az ideje. De tudunk valami újat, vagy ez csak ilyen empirikus? Something is happening. Jaj.
Igen. Igen. HP gombokat nyomogat. És mit szólsz a Wii Minihez, hogy csak Kanadában jelent meg? Ez is mondjuk egy ilyen, hát nem pletyka, de mondjuk tény. Kanada az egy boldog foltja, sarka a világnak, én úgy érzem. El tudnám képzelni az életemet. Nem feltétlenül egy Wii Mini tulajdonosaként, de mondjuk úgy. És ott még van jó jégkorong is, tehát végül is egész jól éreznénk magunkat. Tehát kedves Markó, körülbelül majd a június magasságában, amikor ez aktuális lesz, akkor már annyira fognak zuhogni ezek az információk, hogy sokkal többet fogunk tudni. Most egyelőre élvezik a pillanatot, hogy HP V-júzik. Egyébként semmi nincs rajta, csak nyomogatom, hogy hülyen. Egyébként belegondoltok, várható volt, tehát én nagyon nem lepődtem meg ezen a pletykán. Azt gondolom, hogy a két nagy gyártó megvárta, hogy a Wii U előjön, pontosan milyen hardware specifikációkkal, milyen termékkínálattal, és most még meg fogják nézni, azt gondolom február-márciusig, hogy milyen számokat produkál. Egyébként az első eladási számok nem annyira rosszak. De nem is annyira jók. De nem is annyira jók, de azért ezt pontosan tudjuk, hogy az ilyen új termékeknél, ugye a 3DS-nél is azért termékbevezetés eltartott egy darabig, tehát de várjuk ki, ez egy sokkal hosszabb lefolyású történet. Nyilván nem egy Call of Duty sikerről beszélünk, de a 3DS is gyönyörűen teljesít a Nintendónak. Igen. Én nem féltem a Nintendót. Azért az árcsökkentés az nagyon jót tett neki, és könnyen elképzelhető szerintem, hogy a Wii U-nál is lesz egy ilyen, akár hónapokon belül. Hát igen, egyelőre soknak tűnik most ez nyilván, a bevezető. Most nyilván itt karácsony környékén, hogy bevezették egy áron, ezen nem fognak változtatni, de lehet, hogy tavaszra már esetleg észbe kapnak, és azt mondják, hogy tudjuk ezt mi olcsóban is adni. Pláne úgy, hogy azt állítják, hogyha már ugye vesz valaki egy konzolt, plusz vesz hozzá egy játékot, akkor nekik már megtérült a anyagminőségben nem érzem a legerősebbnek egyébként. De mondjuk én a Wii-t imádom. Én a mai napig nagyon nagy rajongó vagyok a Wii-nek. Tehát én változatlanul is azt a frontot, elméletileg, mert gyakorlatilag még nem volt szerencsém játszani vele, elméletileg azt gondolom, hogy a Nintendo nem fog rosszul kijönni ebből sem. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni a folytatásban. Endre, jön valami történt. Endre, valami történt. Nem, nincsen semmi baj. Nincsen semmi bajom. Nyilatkozatot szeretnék tenni. Nyilatkozatot szeretnék tenni. Igen. Tegnap engem 4-szer megrázott ez. De itt mindenkit megráz, minden. Egyébként a kava inget csinálja ezt az egészet. Ja, lehet, hogy lehet. Nem ez az ing volt. Hát a kava ülébe ültem, lehet, hogy azért. És ezért vagy ezt elmond. Hát ez egy fontos dolog. Értelek. Azért köszönöm. Értelek. Jó, tehát Endrét megrázta a kontroller. Nem, én ráztam. Illetve a kava rázta meg. Jó, én nagyon kíváncsian várom tényleg azt, hogy mivel fognak előrukkolni. Ugye vannak olyan pletykák is, hogy teljesen a fizikai adathordozó megszűnését hogy minden felhőből prognosztizálják, például. De én ezt még kétlem. Azt egy kicsit korainak tartanám, és túl merésznek ezt a lépést. Én bátor voltam, megnyomtam a power gombot. Tudtam, hogy egyszer még valamire viszed az életben, és felpörgötted a rendszert. Kiírta, hogy Wii U, valami történt. Fantasztikus. Na. Esetleg váltok csatornát? Nem. Hát eljátszik a izéket. Játszani nem fogok itt, nem fogok már józni. Már jó rajta, add ide egy kicsit, hogy nézzük. Már most Please Wait nevű játék indult el. Állítólag a Nintendo-nak ez a legjobb játék a mostanában. A két rendszert összehangoló. Pedig szeretnéd ezt a usert, mert HPS-nek hívják a usert. Na. Pont neked való, vissza is adom. A HP. Azt mondja, hogy következő kérdésünk, addig Dexter kérdezi, kedves urak. Kicsit hasonlít is van. Igen. Ennyire szomorú fejem van, látnátok kéne. Szomorú szamuráj tisztára. Dexterrel mi van? Hozott nektek valamit a Mikulás. Mint hogyha kakilna egyébként, olyan feje van egy kicsit, nem egy ilyen poop mi. Igen. Poop mi. Szóval hozott-e nektek valamit a Mikulás? Nekem nem. Egyszerű Mikulás csomagot. Nekem nem. Mikulást azt nem szoktuk túlzásba vinni, abban talán már egy kicsit kinőttem. Sőt, meg kell, hogy emlékezzek róla, sajnos nekünk a Mikulás azt hozta, hogy a családi kutyánk elhalálozott. Ó, igen, láttuk a Facebookon a bejegyzést, és nagyon sajnáljuk. És egy büdös kis rohadt dög volt. De azért mégis hiányzik. De nagyon-nagyon szerettem őt. Úgyhogy nekünk nem indult olyan jól az ünnep, de a családom szerencsére átvészelte vele a dolgokat. Elárulhattok már valamit a decemberi teljes játékról, kedves Kava? Hát azt elárulhattam, hogy nagyon jó lesz. Szóval már megvan, tuti fix, le van kötve, nincs izé, semmi probléma, minden oké, helyes. A téli hangulathoz nektek nem hiányzik egy kis hó? Hát tegnap esett a hó azért elég szépen. Hát nem marad meg ugye. Szerintem ez ami hiányzik. Mondjuk reggel akkora jégpáncél volt, legalábbis 100 halomban a tanáról én lakom, hogy hadd ne mondjam, szóval ott azért magyar jégkorong válogatott gyakorolhatott volna a városban. Tényleg csak egy gondolat még így a télhez, én egészen addig élveztem a telet, akkor mindent, ami vele jár, ugye a hó, akár a latyak is, stb. Amíg
a szüleim gondoskodtak rólam, meg a nővéremről. Amikor pedig ugye már az ember abba az élethelyzetbe kerül, hogy önálló életet folytat, és a gázszámlával neki kell szemeznie, mondjuk télen. Úristen, lehetséges, hogy ennyi gázt fogyasztottunk volna? Sajnos, igen. Tehát akkor meg az egésznek ugye a megítélése megváltozik. A hangulata hirtelen másmilyen lesz. Hát igen, addig azt mondod, hogy a kellemesen fűtött lakásban, jaj, de jó, attól kezdve meg azt mondod, hogy nem fűtünk, kicsit visszafogjuk magunkat. Egyébként erre ez egyből arra válasz is, hogy további szép téli napot kívánok, mondja Dexter, hát köszönjük szépen. Kicsit melegebb azért lehetne. Rafinho kérdése, ki játszik a Planet Side 2-vel a szerkesztőségből, esetleg lesz belőle teszt? Hát teszt előbb-utóbb biztos, hogy lesz. Lesz, de hogy játszik-e most valaki, azt nem tudom. Én kipróbáltam a bétát, körülbelül másfél órát játszottam vele, ez alatt körülbelül ötször lőttek le, és én két embert lőttem le. Nálam nagyon jó arány. Azt akartam mondani, pláne, hogy ugye te bevallottan nem vagy egy én egy FPS ellenes ligatagja vagyok, be vagyok oltva ellene, de valami ultra brutál mázlim lehetett, hogy nagyon kezdők lehettek, vagy én nem tudom. Jézusom, ez valami elképesztően zseni egyébként. Ott addig Mário hozzá. Hát én teljesen rábuktam a Márióra. Oké. Okay. Addig Kongfan kérdésével, kapott-e valaki virgácsot a szerkesztőségből? Én nem láttam itt semmilyen Mikulásra utal a gyereket. Hát nem tudom, de hogyha valaki kapna, valószínűleg letagadná. Vagy legalábbis nem teregetné ki a szennyest. Uh-huh. Wolfi Panda szerelésben játsza mostantól a Vovot? Erre utalva arra a kedves kis filmre, ahol... Hát, gyú, meg ne haragudj, de az, hogy én az űrcsiliárdos részen leestem... Betegre rögtön rögtön. És az, hogy ugyanúgy állott így a panda gyú. Azon nevetni fogsz azon, én is betegre rögtön magam. Szopogtam a röhögéstől. Mondjuk az egészen, mert én ismertem ezt a mémet, hál' Istennek. De mondjuk el tudom képzelni, hogy aki esetleg nem ismert, az kicsit csodálkozott, hogy ez mi akar lenni. Hát de ott van a link, tehát hogy meg lehet nézni az eredetit, de szerintem egyébként anélkül is előbb-utóbb összeáll a kép, hogy ez mitől vicces. Tehát, hogy feltételezném intelligenciát, de aztán azért összejön. Most visszavörösödött a Mariom. Mivel már közeleg az év vége, elárulnátok, hogy mi volt idén az a játék, ami leginkább tetszett, és ami legkevésbé? Hát HP-nek új szerelme van, Máriónak hívják. Sajnos, én most őszinte leszek, tényleg bocsássatok meg annyira bele, tényleg gyönyörű. Nekem ez nagyon tetszik, hogy így lehet játszani. Multi. Szóval sajnos nem a Resident Evil 6 tetszett a legjobban, és emiatt nagyon szomorú vagyok. De még szerencséd lehet a zombiúval. Én nagyon várom. Gyerekek, úristen, tehát ami a legjobban tetszett, akkor beszéljünk erről, jó? Walking Csak Dead. Nem. Csak de. Walking Dead. Aki engem ismer, én nem nagyon szoktam nagyon kiposztolgatni minden szírszart a Facebookra, csak a kutyámat, meg az ilyen élményeimet, de egyszer muszáj volt kiírnom a végén annak a játéknak. Tehát komolyan, amikor az van, hogy sírsz egy játék végén... Ezer pont, yeah. Bocsánat. Semmi gond, nyugodtan a drámámat öld meg szárazon. Komolyan folyt a könnyem az ötödik epizód utolsó 10 perc alatt. Olyan szintű érzelmi nyomás volt. Kötelezőnek tartom végigjátszani ezt a játékot. Tök ékes bizonyíték annak, hogy nem a kiváló grafika és nem a kiváló játékmenet tesz egy játékot élményé, hanem az a faktor, amit, csak leestem amit a jó dramaturga, amit a jó történettel, amit a jó hangulattal tudnak teremteni az alkotók. És ehhez nem kell új generáció, ehhez nem kell semmi, ez bőven elég az, amit a Telltale végre el tudott érni. Egyébként erről tudok neked mondani egy nagyon régi generációs történetmesélési módszert, a színházat. Ugye annak idején volt egy William Shakespeare nevű úriember, aki kitalált fantasztikusnál fantasztikusabb történeteket. William Shakespeare-re. És ezek már akkor működtek, tehát gyakorlatilag nem kellett hozzá szuper 3D-s grafika, meg szuper film. Effektíve 3D-s volt. Jó rémlik egyébként, hogy ő az, aki mindenféle szappanoperákat írt. Tehát volt valami veronai fiatalok. Voltak, igen. Epekedtek egymás után, és nem ugyanabból a családból valók voltak. Ja, de még szerencsé, hogy nem ellenséges családból. Nem derült ki, hogy az egyik a másiknak, az anyjának, az eltitkolt ikertestvének, az unoka öccsének, a mit tudom én milyen jó szobatársa. Szóval lényeg, tehát milyen kapcsolat van köztünk? Az ég egy ott a világon, semmi. Lone Star. Igen, a soft ereje. Kava, neked mi volt a nagy csalódás, mi volt a nagy élmény ebben az évben?
Vagy válaszoltál, miközben én már józtam? Nem, én válaszoltam csak. Abszolút. Egyébként még egy kérdést, ha megengednél, Happy felé. Hogy tetszett a fél évad záró? Ja, hát az meg a másik, hogy a harmadik évad, az most szerintem olyan magasra teszi a pánik gombot nálam, iszonyatosan durva pörgés van. Nagyon jó, tehát most a Walking Dead, én tudom, hogy már a zombi mindenkinek a fülén jön ki, én nem tudom megunni, és a Walking Dead de azt nem is lehet. A Walking Dead-del el vagyunk kényeztetve. Megint visszahozta. Bárcsak még ilyen sorozatok lennének még sok. De hogy válaszok a kérdésre, azt hiszem egy hete talán, vagy két hete válaszoltam már ugyanígy, de azóta sem változott meg a véleményem, az XCOM, ami szerintem egy kiváló remake lett. Az tényleg nagyon jó. A másik pedig a Dishonored. Mi a véleményetek a Far Cry 3-ról? Mocsi megszellőztette a pléten, hogy szerinte az idei év egyik valóban nagy címe. Nem túlzás egyébként az a jelző, amit ugye rá szoktak alkalmazni mostanában, hogy az FPS-ek Skyrim-je, mert hogy gigantikus maga a játék, rengeteg lehetőség van benne, viszont aki multi miatt, tényleg csak a multi miatt akarja megvenni, az inkább keresse magának más elfoglaltságot, mert a Far Cry a single playerben erős, abban nagyon erős, a multi az nem túl. De abba be lehet tolni azért jó pár órát. Nem? Hát figyelj, én igazából még csak az elmúlt néhány napban játszottam vele nem túl sokat, ez tényleg való valami 6 órán van benne körülbelül, de az alatt összesen 2 sztori küldetést csináltam meg, a köztes időszakban pedig szerencsétlen. Azt a gyönyörű Tribal Woman-t kergettette is. Azt kerestem, de egyébként olyanok vagytok. Hát Mocsinak meg... Meg volt. Meg Mocsinak volt. Meg volt. Azt akartam mondani, hogy összejött, de hát így is jó. Szóval én a köztes időben inkább ártalmatlan kis legelésző tapírokat vadásztam le. Ennyit a környezetben. Cápákat gázoltam el motorcsónakkal. Szóval most egy kicsit rosszul érzem magam. Önmagában kimerít ez az Amnesty International ilyen tüntetési lehetőségét, igen, vagy a Greenpeace-nek az összes megmozdulását. Szerintem már így várnak téged lent ilyen fűszvágakkal a Greenpeace-es. Aztán megnyúztam őket egy ekkora késsel. Nagyon és az írhájukból mindenféle hasznos volt, mit csináltam. A Battlefield 3-nál az a probléma, hogy megölik a patkányt, ugye még azért is. Hát most a kava, köszönjük szépen, akkor most egy évre vagyunk látva tüntetőkkel. Igen. Mondjuk vele meg ugyanez volt mindig, ugye, hogyha vízparton voltam, kijöttem a vízből, azonnal jöttek a Greenpeace-esek, hogy cápa szárazol, mi bár a száraz, és már a nedves törölközök egy forgattak be gyorsan. Vissza a vízön. Hartka kérdésével folytatjuk. Sziasztok, kinek hogy tetszett a play-it? Hát kava neked, hogy tetszett? Kava imádtam. Otthonról. Én távolról követtem, csak igazából az volt tényleg, hogy lázasan otthon feküdtem. Amikor nem feküdtem, akkor pedig híreztem a GSO-ra, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ne legyen ott 2 napig semmi. De csupa jót hallottam róla. Happy? Én nagyon élveztem. Állítólag szombat az borzalom volt, ember szám szempontból. Nagy tömeg volt, így tehát, igaz. Tehát, hogy nagyon nehéz volt ott mozogni. Vasárnap már sokkal lájtosabb volt, meg hát ugye látszódott, hogy a kinektes címek kerültek a színpadra. De megmondom őszintén, hogy a legkedvesebb emlékem a Play-ről. Szégyen, nem szégyen, én ebbe beleállok. Az a lány, akivel együtt tartottam a Kinect Nike tréninges bemutatót. Hát gyerekek, ott azért férfi szív nyugodni szöke nem volt, hogy barna volt. Egy barna hajú lány volt, és nagyon kedves volt, és nagyon-nagyon aranyos volt, és dühítően szép. És én akkor úgy voltam a Play-tel, hogy köszönöm, miért jöttem, megkaptam. Érdekes, életemben először hallottam a dühítően mögött azt, hogy szép. Ugye milyen furcsa kapcsolat? Igen. Amikor meg felháborodsz, tehát hogy ez a lány, hogy ilyen ez a lány nem tudsz nyugodt maradni mellett. Igen, ezt már nem szabadna, hogy az utcára menjen, mert beszélt. Úgyhogy ezután üzenem neki, hogy köszönöm a mosolyát, meg köszönöm azt a szépet, amit így nyújtott. Sajnálom, hogy vége lett a Play-nek. Egy életen át elbírtam volna a Play-t viselni. Egy kis előadás jó lett volna. A tavasszal szívesen találkoznál vele. Hát, sőt, akár még előtt. Én ott fogom várni a egyszer rózsával a Play-tel. Miket mondok? Ajajaj, Rafinho, HP, jó rég láttunk, azt hittem már erre voltak a gurusok. Hát, próbálkoztak. A gurusok nem is, de jártam erre arra. Játszottál már, ugyanúgy kérdezi, játszottál már az utolsó The Walking Dead résszel? Rövid vélemény? Sőt. Már hallottunk egy hosszabb véleményt ezzel kapcsolatosan, tehát most röviden sőt. A sőtné maradjunk. Igen. Szia HP, az utóbbi ellenelek nem voltak az igaziak nélküled, számíthatunk rá esetleg, hogy a jövőben még emeled az adás fényét? Tervezem. Nagyon szeretnék. Jó, nem rajtam múlik, de van olyan terv, igen. Tehát mostantól fogva, ha más, vagy nem is, de itt találkozunk. És tényleg az ellenelnek most akkor Endre a producere?
Hát, őszintén remélem, hogy nem. Meglátjuk. Meglátjuk. Na, nézzük tovább a kérdéseket, én addig lapozok. Következő kérdésünk... Igen. Polamalu meggyógyult a Pittsburghben, ennek nagyon örülünk, kedves Real Buffalo, és szerinte tovább fog jutni a csapat. Hát hajrá, hajrá, én csapatom már tovább jutott, tehát nekem már nem kell izgulnom. Azt mondja, jók a GameStar akciók, írja Hartka, kedves tőletek. Azért kicsit tekintsünk már be ezek mögé a akciók, még azért több is van, mert van előfizetői akciónk is, van adventi naptárunk is. Van ugye ma még ami bele... Meddig lehet jönni? Kifut az a Mikulás. Hát jöhetnek még. Még 10 percig még kb. Igen. Hát ugye 5-ig körülbelül. Szóval ugye van, ma van a Mikulásos akció, amikor különböző árkategóriákban, ha és amennyiben GameStart, illetve más... És már harmadszor. Más termékeket még, ami ex-IDG és testvérlapjainkat. Köszönöm szépen, hogy kívánok. PC Word-öt, Computer Word-öt vásárolsz, akkor... PC-s játékok, dobozos PC-s játékok közül vásárolhatsz, illetve nem vásárolhatsz, kapsz ajándékba. Ugye azt hiszem, hogy 1500, 3000 és 4500-ös árkategóriában, hogyha veszel újságot, akkor emellé kapsz játékot. Jó, és mindegyik eredeti, mindegyiket mi magunk dobozoltuk. Így van. Igen, eredeti Sony iratot. Többek közt a Red Dead Redemption PC-s változatát is osztogatjuk emellé. És olyan címek vannak itt, hogy Dragon Age 9, vicces, Fallout 10. Annyira akármilyen magasra jut, ez sose fogja letörölni. Persze. Mindig lesz egy Red Dead Redemption az egy életre. Befigyel majd szépen. Hát hogy... ő most ilyen nagy ember lett, hát most már lefejlesztetheti, érted? Igen, most meg egyébként kiszólhat. Hogy lehet, hogy már csak azért is daszból meg. Simán a limóból lesz, itt hátulról. Lesz, adjak meg, lesz. Addig nem nyugszunk. De ugye van még két másik fontos akciónk, az egyik az adventi. Bizony, ami nagyon fontos, hogy most fut az adventi játéközön nevű programunk, aminek az a lényege, hogy december 3 és december 19-e között minden nap megnyílik egy kis ablak az advent.gamestar.hu oldalon, amelyben örvendezhettek valamert, mert ma éppen egyébként FIFA, már bocsánat, hogy itt a pesesek mellett éppen nem mondhatom ezt el, de FIFA... Hogy mik vannak? Megvártuk, amíg elmennek. Igen, de megvártuk, tehát rendesek vagyunk. FIFA 13 akciónk van ma, ami még holnap is ért, tehát holnap évfélig vásároltok kedvezményes áron FIFA 13-at mindegyik platformra, és mindegyikre olcsóbban, mint tehát a PC-n azt hiszem 7900? 7999, azt hiszem 10499 a konzolosok. Ez azért lejjebb van, mint a nagy átlag. Jócskán. Úgyhogy holnap pedig egy olyan akció érkezik, amit, hogyha felmentek a Facebookra, már látok egy eltorzított képet, még este ki fogunk rakni mi még is ki egyet. Kell találni, hogy mi az. És lehet találni, hogy mi az, de holnap nagyon durva lesz. És a hétvégén, ugye szombat-vasárnaponként pedig csak egy játék lesz, de a hétvég is nagyon durva lesz. Tehát bőven érdemes miért figyelni. És még hol van a 19? Én már tudom, hogy mik alakulgatnak. Az lesz szabad, akkor mind nekem elmondtál, ugye? Mármint, hogy? Hát, amiket meséltem. Ah. Igen, az. Hú, az nem lesz rossz. Ez kemény, azt mondjátok. Igen. De melyiket is mondtam, viccet. És jövő héten, meg már én nagyjából látom a jövő heti listát is. Hát szóval én azt mondom, hogy kezdjétek el lehúzni a zseppénzt előre, jó? Mert nagyon komoly cuccok jönnek. Ígérjetek meg bármit a szülők. Jól és, fogtok, és kava, takarítani fogtok igen, bármit. És kava, beszéljünk még akkor gyorsan az előfizetői akcióról igen, is. Igen, hát ugye december 30-ig, azt hiszem valahogy úgy. Szóval évvégig lehet még előfizetni a GameStar. Természetesen később is lehet, csak ugye a karácsonyi előfizetési akciónk az évvégéig fut. És ez azért érdekes, mert egyrészt ugye olcsóbban juttok hozzá, hogyha egy évre fizettek elő a lapokhoz, mint hogyha külön-külön ugye megvásárolnátok a számokat újságosnál. Ez ugye 12 lapszámot jelent, mindegyik lapszámhoz adunk értelemszerűen szokás szerint egy-egy teljes játékot, és ami pedig az egésznek a csimborasszója, az nem más, mint a szabadon választható dobozos teljes játék. Szintén gyenge nevekkel. Nagyon-nagyon gyenge nevekről van szó, tehát egyrészt ugye az idei évzáró, tehát ugye a karácsonyi szezon legerősebb címei, másrészt pedig a januártól márciusig, áprilisig terjedő időszak szintén izgalmas címei, tehát olyanokat mondok, mint mondjuk Splinter Cell, Blacklist, vagy éppenséggel Crysis 3, vagy a Dead Space 3. Ha már ennyire szeretjük a hármasokat. Igen, azért ezek nem gyenge címek. Így van. És ugye ebbe ez a zseniális, hogy ugye az adventi címeket azt naponta kapjátok, de ott az előfizetői akció, ami egész decemberben él,
itt még ma gyorsan berohanhatok vásárolni, de ez a lényeg, hogy szabadon nézhetitek, keverhetitek az akciókat, megtervezhetitek a decembert, és érdemes most előre kérni a szülinapi pénzt is, mert most aztán lehet aratni szépen. Sőt, azt még hozzátenném, hogyha igazából egyik játék se érdekel de benneteket, de a GameStar előfizetés mégis, akkor is érdemes a prémiumot választani, mert ott van alternatívaként az, hogy nem játékot kértek, hanem egy gamer egeret, egy génius Maurus. Maurus! Fantasztikus nő, nekem nem tetszik. Ez olyan, mint hogy egy ilyen az ókori Rómában közül. Maurus, jöjj közelebb, játszani jó hajtok. Maurus lézeres vagy film? Oké, ez nagyon jó, nagyon jó. Szóval minden szépen és jól ellátunk benneteket, tehát nyugodtan gyertek, aki még ma tud, azonnal pattanjon, ja, nem és tudom volt mibe. Volt valaki, és ez olyan jól esett a szívemnek, volt valaki, aki megköszönte, és annak, aki meg köszönöm, hogy időt, meg fáradtságot nem kimélve, megköszönöm. Itt azt írja Hart, hogy kedves tőletek, tessék. Tessék. Neked is köszönöm. Ritkán találkozik az ember köszönettel, és nagyon hálásak vagyunk, amikor megköszönitek. Egyébként megint panaszkodtak bizonyos olvasók, hogy hát már minden Pesten van, srácok, hát itt van a szerkesztőség, nem tudunk máshol ezek akciót persze, készíteni. Persze, küldjetek valakit, vagy mit tudom. De Szada talán annyira jó fej volt, még ő még azt is felajánlotta, hogy a Fehérvári hát múltkorinál szegedieknek vitte, emlékszem, RG csapatostula. Ja, RG is bejött, tehát hogy egyébként meg látjátok, hogy tényleg próbál a csapat segíteni, de nem tehetünk róla, hogy most Pesten vagyunk. Hát, gyertek föl, valamiért megéri, tehát azt gondolom, hogy van egy olyan határa. Ide pottyantott bennünket az ég. Igen. Benitro kérdésével folytatjuk, egy hardware-es kérdésem lenne, szeretnék egy új alaplapot venni, nem csak a Crosshair több GPU-s rendszereket támogatja, tehát AMD chipsetes alaplapról szó. Viszont az SL-iket nem. Ettől függetlenül egy darab Nvidia Karival használhatom, igaz? A válasz az, hogy igen, igaz. Tehát amíg egy darab egy darab kártyáról van szó, addig ez nem okoz problémát. A gondot az okozza, hogy a Crosshair rendszer az az AMD-nek a saját rendszere, az SLI pedig az Nvidia kártyák. Hát nem, neki Nvidia kártyája van. Viszont, hogyha két kártyás rendszerben akarod használni, akkor az Nvidia kártyádat cseréld el, add el, ajándékozd el, és majd vegyél kettő hasonló, mert AMD-nél nem kell pont ugyanolyannak lennie, de kettő nagyon hasonló AMD kártyát. Javaslom egyébként, bocsánat, hogy közbevettem, hogyha ha éppen nincs itt a gyú, aki ebben nagyon jól tud segíteni, és mert mi meg hülyék vagyunk hozzá, akkor van nekünk, megvan azért a kollegális jó viszonyunk, igen. Ugye a PC World segélyvonal, és van a PC World segélyvonal Facebookon is, tehát megtaláljátok ezt a PC World segélyvonal, és hogyha nem kaptok választ bárhol ilyen jellegű kérdésekre, nyugodtan tegyétek fel ott is Facebookon, mert a srácok rendszeresen válaszolnak rá, és akár gamer témákat érintő kérdésekben is igyekeznek segíteni. Sokkal inkább hatékonyabb szerintem, mint a GameStar Facebookon, de ott is mindig ott is lehet kérdezni, én is szoktam nézni, és mindig küldöm a lábnak, hogyha esetleg valami olyan kérdés. Plusz kérdés Gyunak, melyik csapat lesz ebben az évben az NBA bajnoka? Ez spanyolul tette fel egyébként Benitro, felolvasom, mert tudom, hogy szeretitek. ¿Cuál equipo será el campeón en el NBA en este año? Juego estrella. Hát igen, a helyzet az, hogy én úgy gondolom, hogy a Miami nagyon-nagyon sanszosan meg fogja tudni védeni a címét. Nyugaton pedig talán az Oklahoma City fog befutni. Én a Lakerst nem látom elég erősnek, és bármennyire is Celtics rajongó vagyok. De Lakers most kikapott legutóbb. Hát Lakers most gyengécske nagyon. Most ugye arról megy a pletyka, hogy a Pau Gasolt el kéne cserélni, amíg még lehet, amíg még fizetnek érte valamit két darab töltött csirkén kívül, mert körülbelül most már ennyit ér szegény. Azért itt még elpattogtathatna Magyarországon elég jól, de ott már úgy látszik, már kiöregedőben van szegény. Én mondom, én egy Oklahoma-Miami döntőt jósolok, sajnos a Celticset most nem jósolom egyelőre oda. És ki nyerni a döntőt? Hát én úgy gondolom, hogy Miami, mivel egyben maradt a tavalyi Star 3-as, és hozzájuk még csatlakozott egy-két nagyon jó kiegészítő ember, például a sokadik virágzását elő Ray Allen pont Bostonból, hát én Miami-t tartom esélyesebbnek. De hát ez majd kiderül, és egyébként ezt a kérdést majd érdemesebb föltenni április tájéken, akkor azért már jobban látszik, hogy melyik csapatok vannak igazán formában, vagy nem. Még nagyon messze van a szezon vége, hiszen 82 meccset játszanak, és most talán a 20. körül tartanak, tehát még az egynegyedét se játszották le. Jó hír, ha kocka szerint, jó hír, nemrég kiderült, hogy a Total War sorozat alkotói Warhammer-es játékokat is fognak alkotni. Igen. Ez nektek is jó hír. Igen, miatt bejöttem el a pont, ugye Mocsival erről beszélgettünk, hogy a bármennyire is szeretjük a Black Hole-t, annak idején nekünk nem jött össze az a bravúr.
Tehát ugye volt az a Markov chaos, meg annak ugye a... Pedig milyen nagy zicser volt nem, az? Nem voltak rossz játékok, egyáltalán nem voltak rossz játékok, csak messze voltak attól, amit ki lehetett volna hozni belőle. Nem, egy kicsit messze vagy a mikrofon. Bocsánat, köszönöm szépen. Tehát a, viszont a, ugye a Total War fejlesztői, a Creative Assembly, azt hiszem, hogy talán a leginkább alkalmasak erre. És ugye most a Warhammer Fantasy-ről beszélünk, ha jól tudom, mert igen, ugye igen, a igen. THQ-nál maradtak továbbra is, legalábbis nem tudom, mennyi időre szól a szerződés, tehát a Warhammer 40 ezernek a jogai. És tényleg, ha már THQ, mit szóltak ez a THQ bundle-höz? Mert erről nem jött kérdés, én de ez bennem... nagyon örülök. Erről nem beszéltünk még itt az elmúlt napokban. Egyrészt sajnálom, hogy ugye erre kényszerültek, tehát nyilván kellett nekik valami de ezek ilyen eredetileg 50 dolláros Metro 20-33, Man of Valor, meg nem tudom milyen itt játékokról van szó. Egyrészt ugye, és én szerintem a jövővel igen, így közelít a két igény egymáshoz. Most bocsánat, hogy belezavarodtam, csak egyszerre akartam nagyon sok mindent mondani. Tehát ha belegondoltok, ha abban a pillanatban, hogy a gyártók hajlandóságot mutatnak arra, hogy jóval nem akarunk titeket lerántani elképesztő pénzre, kiadókról beszélek, nem a gyártókról, bocsánat, abban a pillanatban megugrik a kereslet rá. Másfelől Ádám mondta a hype-ba, és teljesen egyetértek vele, hogy Magyarországon ez az akció lehet, hogy ugyanolyan látványos, ha megbukott volna, mert 99 forintot is sajnálják. Tehát én a Death Trigger voltam. Az volt, igen. Hát én a Death Trigger-re rettenetesen felrántottam. 200 forintról beszélgetünk, ugye 0,79 eurót az emberek sajnáltak kiadni erre, ez szégyen. Tehát, hogy nekem ezt nem mondja senki, hogy én megértek mindent, hogy magyar fizetések, magyar helyzet, tényleg borzalmasan drágák a játékok, de amikor ott tartunk, hogy egy telefonra 200 forintot nem fizetünk ki egy játékra, az gond. Akkor az azt jelenti, hogy ez az egész Varez őrület, ez már olyan szinten... Fölnő egy olyan generáció, aki teljesen természetesnek veszi azt, hogy neki mindene megvan. Hát erre mondták azt elemzők, bocsánat, hogy a szabad vágok, hogy azért másolnak játékokat, mert másolható. Igen. Tehát ez a legfőbb oka. De ez nem normális dolog. Tehát ezek az ilyen akciók tök jól megmutatják, hogy lehetne a piacot megmozgatni, lehetne reagálni egymásra. Én is nagyon szívesen, oké, hogy én konzolom, de ugranék az ilyen dolgokra. Én egyébként megvettem, pedig mindegyik FPS. Ez egy nagyon árérzékeny piac egyébként. Tehát azt hiszem, hogy ez bebizonyította, legalábbis szerintem a Humble Bundle-nek a sikere, hogyha... Jó, ez most egy irracionálisan alacsony ár volt természetesen. Hogy egy dollárért kéne... Bocsánat, ez nem. Az egy dollár szerintem irracionálisan kevés. Egy dollár minimum volt, tudom, és ugye ez volt a lényege a dolognak. Tudom, hogy mindenki annyit ad, amennyit akar. És többet akar. Adtak. Az rendben van, nem csak azt mondom, hogy tehát ez az egész eset, illetve ennek a sikere, az nagyon jól demonstrálta azt, hogy maga a piac az árérzékeny. A felhasználói oldalra gondolok elsősorban. Tehát, hogyha nem 50 dollárról indulnának a PC-s játékok, és nem 60 dollárról indulnának a konzolos játékok, akkor szerintem sokkal hamarabb és sokkal könnyebben össze tudnák szedni lényegében azt a felhasználói bázist, ami kitermeli egyrészt ugye a fejlesztési költséget, másrészt a marketing költséget, és harmadrészt pedig még profitot is hoz a cégnek. Hát, erre mondtam azt, hogy ezeket a játékokat, a Darksiders és társait én is megvettem, pedig én abszolút nem vagyok egy ilyen akciójáték, meg FPS rajongó, de ezért a néhány dollárért én úgy gondolom, hogy megérte. Arról nem is beszélve, hogy több elemző, meg több kommentelő mondta azt, hogy a THQ az utóbbi időben nem jutott egyszerre 1-2 millió dollárhoz, most pedig hirtelen azért összejöhet nekik a dolog. Meg a részvények is felugrottak emiatt, és ez nagyon mindenképpen jó. De ezt mutatja, hogy működik valahol mégis az a dolog, tehát hogy nem minden ember veri csak a fogához a garast, meg nem mindenki szarágó, vagy fillér, toszó, ahogy szépen mondja. mert szerintem egy csodálatosan jó dolog az, hogy emberek egészen komolyan a zsebükbe nyúltak, mert arról volt szó, hogy egy kiadónak a jövőjét féltették. És egy nem is akármilyen kiadóról van szó. És nézd meg, a közönség áll össze. És olyan szívesen látnám azokat a produkciókat, amikor eldőlne végre az, hogy nem mit nyomnak le a torkodon, ugye a Kickstarter jelenséget is nézve, hanem hogy tényleg a világ kiszélesedhetne arra, hogy emberek összeállnak és kifizetik azt, amit nézni akarnak, amit játszani akarnak, amit szórakozni akarnak, és nekem ne
egy ilyen kreatív irodába találják ki, hogy én hogyan akarom jól érezni magam, hanem esetleg én nekem is legyen beleszólásom, és teljesen megérdemli a THQ szerintem azt, hogy adományozzanak neki. Ilyen szempontból a Humble Bundle-nek egy hatalmas nagy gratuláció, mert fantasztikusan zseniális a módszer, hiába vannak követőik, egyik se fél a nyomú, akár az Indie Gáláról, akár a többi hasonló ilyen indie csomagról beszélünk, pedig azok is jó ajánlatok. Szintén Steamen futnak, vagy nem? Szintén. Uh-huh. Steamen, Desurán, stb. Én most az Indie Gála 11-et vettem meg, mert nagyon jó paradoxos címek voltak benne. De most ez lényegtelen, mert én szeretem a stratégiai játékot, csak arra akartam ezzel kiukadni, hogyha holnap kijönne mondjuk két Call of Duty egy ilyen Humble Bundle-ben, én biztos, hogy megvenném 3-4 dollárért, pedig soha az életben nem vennék Call of Duty-t egyébként. De annyira jó játékok, hogy én úgy gondolom, hogy az igényes játék gyűjtőnek, amilyen én vagyok, igenis, ott kéne legyen a polcán egy Call of Duty, mert ott kéne, hogy legyen, de nem 50 dollárért, mert nekem annyit nem ér meg. Meg ez a tisztelet jele is, tehát, hogy én például hiába vettem meg a Xbox-ra a Walking Dead-et, abban a pillanatban, hogy iOS-en kijött, én az egész sorozatot előre kifizettem nekik. Itt volt 12 euró. Uh-huh. Abban a pillanatban. Engem nem érdekel, hogyha soha nem nyúlok hozzá, akkor is menjen nekik a pénz, mert ezt megérdemlik. Ezt csinálniuk kell. Folytatniuk kell, mert különben megőrülök. Szóval egyébként ezzel mindenkinek azt szeretnénk javasolni, hogy aki valaha játszott Metro 2033-mal, Darksiders-el, Man of Valor-ral, milyen játékok vannak még ebben a csomagban? Még van, vagy 4-5 játék, de mind nagyon jó akciójátékok, illetve FPS-ek, THQ által, srácok, egy dollárért, ami 220 forint, már csomagot meg lehet vásárolni, és aki az átlagárat valami 6 vagy 5 dollárt befizet, az a Metrót is ugye megkapja. Igen, a Saints Row the Third. Ja, igen, így van, Saints Row the Third-et is megkapja. Ami egyébként szintén egy zseniális. De ez mennyi? 6 dollárért? Még mellette 6 másik játékot? Aki ezt kihagyja, hát komolyan tett. És hogyha meg igazán jó fel akartok lennek, egy picit tegyetek már még igen, mellé. Igen, igen, 10 dollárt is akár megér, sőt. Igen. Na, haladjunk a kérdésekkel, mert itt most jól elemezgettük a világot. HP kisbarátom, jó téged újra látni. Persze Kavának és Gyúnak is örülök, ilyen rossz időben a legjobb dolog a meleg a lakásban gémelni. Egyetértetek? Hát van én még egy-két jó dolog azért. Mit csinálnék veled egy meleg lakásban? Milyen játékot üznél vele? Rafinho kérdés, egy juhányos szintű vagy már Guild Wars-ban? Ugyanannyi, mint két héttel ezelőtt körülbelül, tehát akkor 57 voltam, most 58, ennyi időm van vele játszani. Talán ma este úgy 11 és fél 12 között két questet sikerül majd benyomni, majd meglátjuk. Kemény ilyen tárgyal. Igen. Mennyi nézettség az aktuális adásnak, illetve átlagosan mennyi szokott lenni a nézettség, ezt kérdezi Halas 90. Hát ezt mi innen nem látjuk és nem tudjuk, de hogyha Endrénk esetleg hajlandó elárulni, akkor szívesen elmondjuk majd. Mennyire tippelünk? 500 ezer? Na ez csak vicc volt persze. Bárcsak. Mondjuk az ilyen internetes televízióadásoknak a nézettsége azért a néhány száz, 1-2 ezer körüli kategóriában szokott lenni. Ott vagyunk mi is, de jövőben ez sokkal több lesz, abba bízunk. Így van, meg egyébként is azért csináljuk ezt, mert mi szeretjük csinálni, és remélem, hogy ti meg szeretitek nézni. Következő kérdés, szerintetek mikor jönnek be az új Next Gen konzolok? Minden jel szerint jövőre, de ezt már várjuk ki a végét. Tehát szerintem úgyis január-februárra fogják csak bejelenteni. Majd a CES környékén okosodunk, hogy milyen bejelentések. Az E3-on talán már számíthatunk az első úgynevezett ilyen játék demókra. Amit még PC-ről fognak futtatni, van, aztán majd kiderül. Igen, négy kártyás szuper izéről. Azért még nem mernék rá nagy összegben fogadni, hogy jövő karácsonykor. Én se. Én is azt mondom, hogy szerintem 2014 lesz. Én egyébként megint csak azt látom, hogy most hoztak ki slimebb, legslimebbet, még jövő karácsonykor kihoznak egy még slimebbet. Biztos, ami biztos. Van termékgörbe, tehát amíg még képesek megfejni ezt a generációs konzolt egy Black Ops 2-vel, ilyen eladásokkal, addig kinek áll érdekében új hardware-t fejleszteni? Így van, meg kiváló játékokat lehet fejleszteni a konkurens konzolon is. Persze. Illetve most már felzárkozott hozzájuk hardware erőben a másik konzol is. Pont ez az, ami miatt, tehát ugye megjelent a Wii U, most már látták, hogy mire képes. Valószínűleg ők is azonnal beszereztek egyet, szétbontották, megnézték. Nem csak egyet, hidd el. És szerintem hátradőltek és megnyugodtak, mert hogy a teljesítmény, amit ugye a Wii U magából képes kipréselni, az nem annyival több. De hogy egyébként a Nintendo miért nem vette meg a
Prodigy Lullaby reklámot, hogy az anyuka énekel a gyereknek, és miért nem írtak, viu, ezzel el lehetett volna, de köszönöm, hogy megint én adok ötleteket. Azt mondja, Benitról kérdezi, bent a GS-nél lesz karácsonyfállítás, hogy legalább gyú beöltözhetném Mikulásnak. Én rendelek... Igen, az öletben Krampuszon. Ó, de jó volt az, de jó volt az. Hű, Annácskával az ölemben, hű, de finom volt. Tájföldről Krampusz csajokat. Két nagyon jó fotósorozat készült róla. Én rendelek Tájföldről Krampusz csajokat, úgy jobban megy a munka, amikinek. Hát én benne vagyok, Tájföldi Krampusz csajok jöhetnek. Tájföld az I love. Mikulás ruha nélkül. Igen, csak ne ladyboyok legyenek. Otthon milyen platformon játszotok? Xbox. Xbox, meg PC. Hát én is PC és Xbox. Ugye illetve most visszatértem a... Hát ezt kimondom, én bevállalom a... Budin ülés közben a Game Boy Advance-t előkapartam, feltöltöttem a régi játékokat, leproboltam, és most Game Boy Advance-t. Nálam volt iPad 3 kölcsön. Ugyanez. Budin ülés közben. Zseniális. Úgyhogy zseni. Azt mondja Joey, ha már rendel arra járt kérdés, régéből Arena és Ellen részek fel lesznek valamikor töltve. Kedves Joey, minden egyes műsorban felteszitek ezt a kérdést, és mindig azt válaszoljuk, hogy igen, idővel, amikor a túlterheltségi szint oda jut, hogy végre azok a műsorok is sorra kerülnek. Most azért amikor az van, hogy ugye Endrének egyszerűen nem 10 műsort kell megvágni, hanem csak 9-et, akkor szerintem akkor talán, igen. Most az egész egyébként tényleg úgy hangzik, mintha viccelődnénk ezen, és nem vennénk komolyan, de tényleg arról van szó, hogy Endre teljesen be van havazva. Igen, hát sokat kell játszani. Mert... Igen, például igen, nehéz dolgok ezek. Igen. Szerintem sokunkat érdekelne, nem tudnátok egy látogatást tenni a Digitz házatáján valamikor? Hát Ádámmal kéne ezt megbeszélni, az ötlet egyébként zseniális, hiszen a Digitz gyakorlatilag a animációival az egyik legkiemelkedőbb magyar videójátékhoz köthető cég. Hát ugye? Egyébként is nagyon jó lenne kimenni mindenféle, ami magyar érdekeltség csak van. Ugye emlékezzetek vissza, voltunk kint a Neokornál is, és én azt nagyon rettentesen élveztem, és legközelebb, hogyha kimegyünk. Hát talán még szerintem a Van Helsing megjelenés előtt érdemes lenne meglátogatni őket, és akár műsort is csinálni. Plusz valahogy meg kell oldani, akár titokban is, hogy lefilmezhessük az új játékokat, ugye a Broken Sea-t. Hát meséltek pár szót akkor, amikor kim voltunk a Broken Sea-ről. Na, hát majd azt... Az nem lesz egy piskóta dolog. Nagyon bízom benne, hogy sikerül egy GameStar exkluzív dolgot majd összehozni belőle. Következő kérdés. Sok munkája Endrének, ugye ezt megválaszolják többen, hogy sajnos nincs ideje. Rafinho, egyetértek veletek a Varezről. Van egy barátom, kinek apja 7 számjegyű fizetést szerez, de barátom csak azért is flash-elt Xboxot és kiírt játékokkal játszik, mert a lakos cipőt nem lehet ingyen megszerezni, sőt én vagyok az egyetlen az ismerőseim közül, aki pénzt ad ki játékokra meg programokra. Most mielőtt folytatnám tovább, azért annyit hadd tegyek hozzá, hogy amikor megkérdeztek engem valamikor arról, hogy a Play It-en mi tetszett a legjobban, a cosplayes lányok mellett ugye azt hoztam fel, hogy ekkora sorbanállás játékokért még soha Magyarországon nem láttam, mint ami a Play It-en volt, tudjátok, az volt egy akció az egyik standon, és ott mit tudom én, több száz méteres sor hullámzott ott körülötte, és nem azért, hogy körbenézzenek, hanem mindenki azért ment oda, tudta előre, hogy sorba kell állni, tudta előre, igen, hogy mit akar venni, és ez végre azt jelenti, hogy vannak tömegek, nem csak nekem azt mesélt, néhány hobbista van. Ugye hanem... nem voltam ott persze, nekem csak szemtanúk mesélték, de az jött át, mint hogyha egy harmadik világbeli ország éhező gyermekeinek osztogattak volna valami harapni valót, és akkor megrohanták gyakorlatilag. Én az egészben csak azt nem értettem, hogy még egy kicsit körbejárjuk ezt a témát, hogy a adott cég adott standján délután 5-kor is ugyanúgy lehetett kapni azokat a bizonyos dolgokat, akkor már oda lehetett úgy menni, hogy nem állt sorba senki. Igen, de féltek, mert ugye nem lehetett tudni, hogy mekkora az áruk. Mondjuk ezek régebbi beidegződések, én ezt elfogadom és elhiszem, de gyakorlatilag már ebből is látszott, hogy mekkora siker volt az az akció, hála hogy félni Istennek kellett attól, hogy el fog fogyni az árukészlet. Hála Istennek. Ezen az úton is üzenjük azoknak, akik ezt csinálták, igen, hogy még ilyet sokat. És azoknak, akik meg elmentek, és sorban állnak, és pénzt áldoznak a játékra, azoknak meg köszönjük, mert ebből látszik, hogy van valami gamer kultúra, és lehet, hogy a 7 számjegyes apuka gyereke még nem veszi meg, de bízom benne, hogy egyszer majd ő is ráébred arra, hogy minden munkának van ára.
Így igaz, így igaz. Mindenne. Egyébként még Rafinho folytatta, hogy azt mondják, hogy hülye vagyok, mert bennem van annyi tisztesség, hogy legalább támogassam a fejlesztőket. Ez nem tisztesség kérdése. Ennek így kéne lennie. Ez kéne legyen a normális dolog. Egyébként a te szempontodból nézve meg igen, tisztesség, és mert ugye van választás, és te mégis választottad, ezt választottad, és ez meg szerintem ez egy tök jó. Szívből gratulálunk. Tehát mindenki vegyen példát Rafinhóról, srácok. Egy dollárért lehet THQ-s játékokat venni. Hogy visszatérjünk a 10 perccel ezelőtti témára. Igen. Azt mondja Hartka, a Far Cry 3 hibák az Xbox platformot is érintik? Melyik hibákra gondolod? Hát esetleg igen. Ennyit írt. Kedves Hartka, esetleg gyorsan leírnád még, mert ugye már kevés kérdésünk van hátra, hogy milyen hibákról van szó, akkor talán itt az Xboxon Far Cry azok kollégák el fogják mondani. Nekem ugyan van Xboxom, de még sose töltöttem be a Far Cry egyik részét sem. Annyit elárulok, hogy Mocsival most délelőtt kezdtük el, aztán 3 óra magasságában szóltak ránk, illetve éreztük úgy, hogy talán már kicsit elég lesz, a kópját kezdtük el tolni, a kóp módját. És... Írtak is majd róla? Persze, nyilván, tehát szó lesz róla a cikkben. Az nagyon fontos, hogyha valaki szeretne majd kópot játszani a Far Cry 3-ban, akkor rendelkezzen legalább 3 olyan cimborája valakinek szintén megvan a játék, és ugyanarra a platformra, mint neki. Mert vannak olyan feladatok és küldetések, amiket kettesben szinte lehetetlen teljesíteni, tehát nem arra optimalizálták. Peregrinus kérdése, számíthatunk valamilyen karácsonyi GS akcióra? Hát már beszéltünk ilyen akcióról, de van-e még? Mikulás, advent, nem. Előfizetés. Nem, ezek lesznek. Hát még egy decemberi teljes játék lehet még meglepetés, amit még ugye nem árulhatunk el, még az esetleg ami lehet. Viszont jó lesz tényleg. De szerintem elég ütős cuccok vannak így is, úgyhogy. Rafinho még annyit tett az előző barátjához hozzá, akinek az édesapja 7 számjegyű keresettel rendelkezik, hogy a barátja 5 számjegyű zseppénzzel rendelkezik. Nem rossz. Hát akkor vegyen GameStar-t. Én meg ezt mondom. Ez az, ígyunk. Írtátok múltkor, hogy a Far Cry 3-hoz lesz javító patch a PC-sre, ezért kérdeztem, hogy esetleg az Xbox 360-asra is hibákkal jöttek ki. Ez Hartka előző kérdésére hát visszatérve. Ha a hibákkal is jött ki, én nem hallottam ilyenekről, én mondjuk nem játszottam még a Far Cry 3-mal, de most volt mindegyik platformon érkeznek patchek, tehát emlékezzetek a Skyrimre, az összes olyan kezdeti problémát, a Sony csak annyit mondani, hogy amikor telepítettem ugye Xbox-ra, akkor volt egy 7 megás update. Hogy az mit tartalmazott, az nem derült ki. Igen, ez másképpen egy Xboxon, tehát PC-n azért sokkal jobban észrevehető. Csak ezt akartam mondani, hogy a Skyrimre is emlékezzetek vissza, amikor megjelent PlayStation 3-on, iszonyat nagy balhék voltak. Mert és vannak még a mai napig is. De ott is azért érkezett a patch, aztán csak a DLC-k nem érkeznek. Hát, belemenjünk bele. A legjobb, nekem 2 hete nem volt nagyon időm játszani Guild Wars 2-vel, és valamelyik nap elindítottam. És amikor így a patchelő elindult és kírta, hogy 1,3 gigabyte, akkor így, hát mert jön a nagy karácsonyi, december 14-én, vagy mikor jön a nagy karácsonyi patch, és gondolom már előre rakják bele a részeket, hogy ne egyszerre zúduljon az 5-6 gigabyte-nyi anyag. Lesz valamilyen esemény karácsony? Ó, tele lesz eseményekkel, vadi új területek nyílnak majd meg. Egyébként fantasztikus volt a legutóbbi ilyen Halloween-i esemény, ugyanis azt csinálták, és ettől zseniális a játék, hogy kinyitották a Mad Kingnek egy ilyen őrült, ilyen tökfejű uralkodónak kinyitottak egy ilyen nagy területet, és akkor ott mindenféle ilyen elborult lények voltak, és bárki bemeltett oda, azt 80-asra fölbuffolták, és attól kezdve, tehát a 10-es szintű is oda mehetett meg, a 60-as szintű is, és hát ez zseniális tényleg. Nem, szóval nem senki akar... nem maradt ki a mókából. Senki nem maradt ki a mókából. Brill Buffer kérdezi, mikor fog kiderülni, hogy mi lesz a teljes játék? Hát előbb-utóbb megtudjátok. Annyit tudok, hogy Mocsi szeretné a Facebook oldalunkon egy picikét, hát nem reklámozni, de legalábbis mondjuk úgy, hogy apró nyomokat elrejteni arról, hogy, illetve utalásokat elrejteni, hogy mégis mi lehet a játék. Nem merek most semmi konkrétumot mondani, mert ha kimegyek a stúdióból, akkor megnyúz. Azt mondja, a srácok nehéz telepíteni eredeti Xbox 360 játékot Xbox Vinyóra. Energizer segített, de kíváncsi vagyok a ti ötleteitekre. Én ez nálam úgy szokott lenni, hogy így beteszem így a DVD-t, és igen. Akkor kírja, hogy installálni akarom-e, és akkor mondom, hogy igen. Igen. És ez megy. Ez ennyi. Tehát
nyilván a... Van az Instant Now parancs. A játék méretétől függ, hogy mennyi idő. Mennyi ideig tart, vagy igen. Ugye, esetleg, hogyha több lemezes, akkor ugye cserélni kell. De... Persze, ha nincs kezed, akkor mondjuk lehet, szája nehezebb lehet. Igen, mondjuk meg kell nyomni az öt gombot a nyelveddel, vagy megkérni mást. Uraim, új kérdező, új szereplő, még a minősítése és vágási Feri, tehát 1/10-es. Vadi újonc, köszönjük Karottikának, hogy itt van közöttünk, szervusz. A Varezzal kapcsolatban szeretném megemlíteni, hogy nekem is van rengeteg olyan barátom, aki megtehetné, hogy megveszi, de Dafkenem ellenben velem, aki minden játékot megvenne, ha tehetné, de egy 4-5 éves géppel tolom, és havonta 5-6 számjegyű pénzből él a család, ezért sajnos nagyon meg kell válogatnom, mit veszek meg, mert nem sűrűnnek a lehetőségem rá. Ellenben nem van ezzel a korba szállban. Neked is elmondjuk, nem csak Humble Bundle THQ van, hanem ugye volt ez a Steamen volt most egy fantasztikus nagy akció, amiben 11-2 dollárért igen, lehetett igen, a lengyel fejlesztőknek a legjobb igen. játékait, a Call of Juarez-től kezdve egy csomó más játékokat. Főleg most így, decemberben... Mennyi is volt? 2 hete talán, hogy a legújabb Deus Ex valami... 4 euró volt, vagy annál is kevesebb, egészen elképesztő. Tehát figyelni szóval, kell. Szóval ezeket érdemes tényleg követni, figyelni. Egyébként a GameStar-on is megosztjuk ezeket az akciókat rendszeresen, tehát ugye a Steam akciókat is, az Indie akciókat is, tehát ezt érdemes követned. És hát egyrészt nagyon kellemetlen, hogy pont, igen, mindig azokkal az emberekkel beszélünk, a, hogy mondjam, a tiszta játékról, akik annak ellenére vesznek játékokat, hogy mondjuk nem engedhetik meg magukat. És ez egy nagyon furcsa dolog, hogy talán pont ezért van az emberben az, hogy megbecsüli azt, amilyen van, amit meg tud venni, és megbecsüli másnak is a munkáját, nem tudom. De tök jó fej vagy, és köszi, hogy ilyen vagy. Még jött egy észrevétel, mielőtt utoljára frissítek, mert lassan az időnk is letelik. Hartka írta, hogy HP kis Humor Herald, ezért bírlak annyira, köszi a segítséget. Hát gondolom itt a telepítéssel kapcsolatosan a Far Cry 3. Ja, de tényleg, ha nincs kezed, nehéz. Oké. Okay. Nos, akkor kedves nézőink, egy utolsó frissítés előtt állunk. Még gyorsan az utolsó kérdést, ami bennetek van, tegyétek fel, ki tudja, jövünk-e még karácsonyig, mi szeretnénk. Ennek ellenére gyorsan azért foglaljuk össze, hogy új GameStar mikor jelenik meg, hogy azért arra számítsunk, és ti is tudjátok pontosan, hogy mikor jelenik meg. 2 hét múlva pénteken. 2 hét múlva pénteken egy olyan játékról, ami nagyon jó lesz, és még nem árulhatjuk el, hogy micsoda. 21, ugye? December 21. Igen. Amikorra jósolnak valamit. A igen. Ez a 12-21. Tényleg bevettek kosába egyébként? Nagyon, én annyira félek, én már évek óta halmazom fel otthon a túrós csusza a dolgokat, ilyen, de nálunk az a hagyomány ilyen baráti körben, hogy amikor világvége van, akkor túros csúszát kell lenni. Ja, hogy már átértetek pár? Pár világvégét már átértetek. 2000 környéken eljátszottál. Igen, már többször átértetek. És eddig mindig a túros csúsza hozzásegített minket, hogy átcsusszunk. Tehát azért túros csúsza, meg tehát mint a sliderben. Így én annyira remélem, hogy senki nem fog csalódni. Mármint, hogy... ilyen szar világvégét is rég láttunk. Bocsánat, a kifigyült részért. De gyakorlatilag én nem hiszem, hogy megtörténne, ha meg igen, hát akkor ettünk egy jó túros csúszát. Hova futhatnánk, nem? Most őszintén. Tehát ha bármi hát attól függ, milyen lesz. Mert hogyha zombi apokalipszis lesz, ebben nagy tapasztalatod van. Szerintem te azt azért megízlelnéd. Akkor azért hívjatok. Megízlelnéd? Kicsiben okay. Lenne kicsit? Nem, az a baj egyébként, kicsiben. Hogy bármennyire is imád, hát kicsiben, hát ameddig nyilván idékudja, akkor igen, de most megint, tehát most például a Walking Dead játékkal még inkább rájöttem arra, hogy úristen, az Isten mentse meg az ilyen helyzetektől, nem akarok. Meg hát ugye ajánlom a világ vége nyomasztónak, hogyha még a The Road című könyvet és per vagy filmet. Csodálatos. A könyv az állítólag még szörnyűbb, mint a film, de én a filmtől is teljesen ki voltam készülve. Úgyhogy inkább ne gyerekek, inkább csak posztapokaliptikus játékokkal játszunk, és aztán menjünk ki, és zabáljunk, és szeressük egymást, és értékeljétek minden napot. Támogatom. Hát legyen ez talán a végszó, még annyit, hogy Hartka annyit üzent, hogy karácsonyig nem találkoznánk, kellemes ünnepeket. Köszönjük, boldog új évet kívánok a GameStar összes tagjának. Köszönjük szépen. Jó munkát, kedves Hartka, remélem azért még találkozunk karácsonyig, és akkor mi is elmondhatjuk, ami karácsonyi jó kívánságainkat, és megmutathatjuk majd az új GameStar-t, és HP elmondhatja azt a bizonyos mondatot, amit mindnyájan nagyon szeretünk hallani tőle. Vegyetek GameStar-t!
Köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a GameStar Live első decemberi adása 2012-ben, reméljük, hogy lesz még. Ha meg nem, akkor 2013-ban minden bizonnyal még előfordulunk errefelé. Köszönjük szépen, kedves Kava, köszönjük szépen, kedves HP, köszönjük szépen mindenkinek ott a kamera másik oldalán, és a PES srácoknak is, hogy itt voltak. Mindenki, aki szereti a PES-t, menjen, holnap után lesz a jó kis verseny. Meg a Wii-nak. Hajrá, hajrá, és a Wii U-nak is, és Mario-nak. Sziasztok, találkozunk legközelebb. Hello, hello. Sziasztok.